Nem is tudom, miket jelöltem, bemenne amúgy. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy sárkányos könyvajánló lesz. De mielőtt belemennék a könyvekbe, előtte beszéljük is át, hogy mitől lesz számomra sárkányos egy könyv. Vannak könyvek, amikben vannak sárkányok, mint nem tudom, mitológiai lény vagy akármi, de nem számítom sárkányos könyvnek, mert attól, hogy van benne sárkány, attól még nem lesz számomra automatikusan sárkányos az a történet, hanem ahhoz az kell, hogy az a sárkány legyen, hát vagy konkrét szereplő, mert egyébként azt preferálom, hogy a konkrét szerepe van a sárkánynak a történetben, vagy, ha ilyen mondjuk házi állatszerűség, akkor a történetnek nagy részében legyen benne, és mondjuk legyen jelentőség teljes szerepe annak, hogy ez a sárkány mint állat szerepel ebben a történetben. Úgyhogy olyan könyveket fogok ma ajánlani, amik ebből a kettőből valamelyik pontra jók, de csak hogy például ez a kicsit jobban. Szóval például itt van a sárkány hívása, aminek sárkány van a címében, meg rajta van olyan a sárkány címke is, viszont ez nem egy sárkányos kötet, vannak benne sárkányok egyszer, egy részen, mint ilyen kínzó eszköznek vannak felhasználva, meg vannak velük etetve az emberek, hogyha ki akarják őket végezni, de hogy így ennyi a szerepük, és a történethez ezen kívül sok mindent nem adnak hozzá, úgyhogy én ezt így nem tekintem egy konkrét sárkányos kötetnek ezután. A másik, amiről még gyors szót ejtek, az a Trónok harca itt az elején. Ugyanebben vannak sárkányok, és bár én csak két részt olvastam a Trónok harcából, de hát ugye előbb-utóbb azért jelentőségük van a történet kapcsán, de ezt nem fogom bevenni, mert igazából a Trónok harcát én azt így elengedtem magamban, úgyhogy igen. Vannak benne sárkányok, de igazából nem mondanám a Trónok harcát sem kifejezetten sárkányos könyvnek, mert hogyha a méretét meg a sok történetszálat összevetjük, akkor a sárkányos rész az egy kis szelete csak az egésznek, de helyette szerencsére van nagyon sok másik könyvem, ami szerintem sokkal inkább sárkányosabb. Úgyhogy nézzük! Az első az Kelly Barnhill-től a Lány, aki holtfényt ivott. Ez egy ilyen nagyon szép borítójú, és hogyha itt megmutatom, ott van a kis sárkányunk, akinek már nem, nagyon régen olvastam ezt a könyvet, és már nem emlékszem a nevére, mindegy, ilyen kis szivárványos, szárnyú sárkányka. És ennek a kötetnek az a története, hogy ezzel a kislánnyal véletlenül holtfényt itatnak meg, ami, az már más kérdés, hogy olyan, de az a lényeg, hogy véletlenül holtfényt iszik, ami miatt másabb lesz, mint a többiek, és akkor az erdőben nevelkedik egy kis kunyhóban, együtt, részben ezzel a kis sárkánnyal, aki egy beszélő, létező, ott lévő aktív karakter a történetben, úgyhogy én ezt a könyvet ezért tekintem sárkányos könyvnek, mert hogy annak a sárkánynak a kislány életében van szerepe, tehát gyakorlatilag így az egyik legjobb barátja, közben ugye vigyáz is rá és neveli is, és irtózatosan cuki, tehát hogy részben azért akartam elolvasni nagyon ezt a könyvet, mert amikor megláttam a kis pici sárkánykát a borítón, akkor mondtam, hogy nekem ez kell, és nem csak dísznek van benne a könyvben a kis sárkányunk. Újra kéne ezt is olvasnom. Annyi mindent újra kéne olvasnom, na mindegy, nem ez lesz az a videó, amiben mindegyiknél elmondom, hogy újra kéne olvasnom. Nagyon-nagyon cuki könyv, Kelly Barnhillnek nagyon-nagyon szeretem az írói stílusát, ez egy ilyen middle grade gyerekkötet, úgyhogy olvassátok el, azt hiszem a KMK-nál van magyarul kiadva. Én nagyon-nagyon szerettem, és Kelly Barnhillnek van több könyve is, mint azóta megtudtam, úgyhogy majd szeretnék tőle többet is olvasni, és van másik könyve, aminek a címében benne van az, hogy sárkány, úgyhogy kíváncsi leszek majd egyszer, hát ha eljutok oda. Igen, egyébként, mert ennek a videónak igazából összeírtam ötletként a párját, a sárkányos TBR-om, úgyhogy majd még lehet az is ki fog kerülni valamikor. A következő kettőn szerintem senki nem fog meglepődni, hogy ide sorolom, az egyik az a Wings of Fire egész sorozat, amiből nekem 10 kötetem van, de amúgy ki van belőle 15. Olyan 15-20 Wings of Fire kötet létezik egyébként kiegészítő kötetekkel együtt, Tweety Sutherland-től. Erről a sorozatról nagyon sokat beszélek mostanában, mert én ezt tavaly előtt decemberben kezdtem talán elolvasni, és imádom, oda-vissza vagyok éltve, érte. Ez számomra így az ultimate sárkányos kötet azért, mert ebben
csak sárkányok vannak, tehát az összes szereplő sárkány benne, emberek jó vannak benne, de az emberek benne olyanok, mint mondjuk az amúgy több, összes többi könyvben egy ilyen, nem tudom, kis cicák vagy valami. Tehát, hogy az embereknek nincs olyan kifejezetten nagy szerepe, így néha meg van említve, hogy vannak, és akkor így a sárkányok úgy kezelik az embereket, mint ahogy igazából mi kezeljük az állatokat. Tehát, hogy vannak benne ilyen beszélgetések random, hogy mi van, lehet, hogy ők is értelmes lények, vagy valami ilyesmi. Mindegy, a lényeg, hogy maga a Wings of Fire, ami egyébként Tűzszárnyak címmel magyarul megjelent az első három kötetig, tehát amit most mutogatok, ez megjelent a Sárkányfióka jóslat címmel. Hát ennek ilyen több felvonása van. Az első öt kötet arról szól, hogy van ez a Sárkányfióka jóslat, ugyanis van egy 20 éve tartó háború a sárkánytörzsek között, és akkor utána jött egy jóslat, ami szerint majd lesz öt ilyen kis gyereksárkány, akik majd új királynőt választanak a Sandwing trónra, aminek nem tudom sajnos mi a magyar fordítása, homokszárny trónra, nem tudom, és ezt az öt kis sárkányt egy ilyen ellenzékes, vagy ilyen szélsőséges csoport összegyűjt, és akkor egy barlangban nevelik őket. Hát azért egy idő után ők megelégedik, hogy így be vannak zárva, és akkor kiszöknek, és hát ez mindenféle bonyodalmakhoz vezet. Nagyon-nagyon szeretem, oda meg viszonyok érte. Ez is egyébként middle grade-nek van hivatalosan bekategorizálva, viszont ilyen figyelmeztetésként oda tenném, hogy sárkányok. És úgy viselkednek, mint a sárkányok, ahogy a sárkányokról képzelni az ember, hogy viselkedjenek. Szóval nem azt mondom, hogy nagyon durván brutális, de vannak benne olyan jelenetek, amik elég véresek, és elég véresen le vannak írva. De imádom, oda meg vissza vagyok a Wings of Fire-ért, tényleg igazi fangörcsöt kapok ettől a sorozattól. És Tuiti Zetherland egyébként venezuelai szerző. A következőhöz olyan sokat nem fogok szerintem hozzáfűzni, ugyanis ez Cressida Cowell-től az Így neveld a sárkányodat, bár mostanában inkább a Wings of Fire-ről szoktam ódákat zengeni, amúgy még mindig az Így neveld a sárkányodatról szoktam, még a néhány másik nagy kedvencem mellett. Erről mindig azt mondom el, hogyha valaki látta az animációs filmeket, azokat is imádom, viszont ezt is imádom, viszont a kettőnek nagyon kevés köze van egymáshoz. Nagyon kevés. Néhány néven kívül gyakorlatilag más nem egyezik a kettő sztoriban, viszont külön-külön mind a kettő nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon szeretem. Itt pedig az a történet a könyvben, hogy Hablagy, aki ugye a saját törzsének így az örököse, hát ő egy ilyen nagyon kis, nem éppen hős alkat, és a könyv verzióban egyébként a sárkányok és a vikingek nem állnak így konkrét harcban egymással, és akkor pont így pont arról onnan indul a történet, hogy Hablagynak kell magának szereznie a hibernáló sárkányok között egy kis sárkányt. El kell lopnia, és hát ez egészen véletlenül egy ilyen nagyon-nagyon pici kis hozzá hasonlóan nem túl úgymond életerősnek tűnő icipici kis sárkány lesz, aki fogatlan, és azért kapja a fogatlan nevet a könyvben, mert tényleg nincs foga. Úgyhogy igen. De annyira sokat beszélek mindig, vagy beszéltem már a csatornán, főleg a kezdetekben erről a sorozatról, hogy szerintem már, akinek csak lehet, én ezeket eladtam. És hát ugye ebben is azért szerves részei ugye a sárkányok, és Hablagy tud is a sárkányok nyelvén kommunikálni. És végül is az egész sorozat maga az a vikingek és a sárkányok közötti kapcsolatról szól. Meg arról, hogy Hablagy hogyan lesz a valószerűtlen módon hős. A következő, arról szerintem sokat nem kell szintén magyarázni, ez J.R.R. Tolkien-től a Hobbit. Ezt azért tartom sárkányos kötetnek, mert ugye elég nagy szerepe van ebben a kötetben Smaugnak, a sárkánynak, aki elfoglalja a törpöknek a királyságát, és hát ugye tőle akarják úgymond visszaszerezni a hegyet, meg a kincset, meg a mindent is. Szóval ez így a sárkányos könyvek klasszikusa gyakorlatilag. És hát ugye a Smaug is eléggé egy aktív szereplője a történetnek, meg ugye beszél is benne, és ugye, hogyha a filmek tekintetében nézem most, bár nem vagyok a Hobbit filmeknek nagy kedvelője, ellentétben a Gyűrűk Ura filmekkel, ugye gyakorlatilag a könyv, hát a könyvben már annyira nem emlékszem, hogy pontosan hogy van, de hogy egy elég nagy része a történetnek ugye az, ami a második film, tehát amikor ugye belopóznak, vagy próbálnak belopózni és Smaugot kitessékelni, úgymond a kapun.
De úgy gondolom, hogy a Hobbit történetét annyira nem kell bemutatni, de egyébként ugye arról szól, hogy Bilbo a Hobbit ki lesz tessékelve a kényelmes kis otthonának az ajtaján, és elküldik egy kalandra, aminek során nagyon kilép a komfortzónájából, és mindenféle dolgok történnek. Röviden tömören. A következő az egy ilyen áthidalás lesz, mert ugye eddig olyan könyveket mutogattam, amiben konkrétan sárkány a sárkány szereplő, viszont vannak nálam olyan könyvek még, ami ilyen alakváltósak úgymond, ahol ugyan vannak sárkányok a történetben, de hogy ők emberek is egyben, tehát mondjuk át is tudnak akár változni. És a kettő között így a kapocs az a Sárkányok könyve című novellás kötet lesz, amit Jonathan Strahan szerkesztett, ugyanis ebben nyilvánvalóan, mivel ebben sárkányos novellák vannak, bár vannak novellák, amiknek a sárkány tartalom mennyiségével nem feltétlen voltam elégedett, de ez egy részletkérdés, voltak benne nagyon-nagyon jó novellák, és nyilván mindegyik novellának az az egyik központi eleme, hogy valahol felbukkan benne egy sárkány, valamilyen mértékben, valamilyen módon, és akkor ebben van úgy, hogy sárkány van benne, van olyan, hogy alakváltó sárkány van benne, mind a kettőre van benne példa. Van olyan, amelyikben konkrétan nem jelenik meg a sárkány, csak így szó van róla, egyébként olyan is van benne, és ez egy közös BookTube könyvklub közös könyv volt még egyszer, és ami nagyon jó volt, igazából a javarészét szerettem, és vannak benne elég neves szerzők, vagy akiktől mondjuk már olvastam, mint Shannon McGuire, ugye a Csellengő gyerekek sorozattal, vagy Theodora Goss a Athéné klub sorozattal, Peter S. Beagle, aki az utolsó egy szarvút írta, illetve van benne egyébként novella Kelly Barnhill-től is, és az nekem például az egyik kedvenc novellám volt ebben a könyvben. Úgyhogy ha valaki mondjuk rövidebb sárkányos történeteket keres, akkor mindenképp tudom ajánlani, vagy hogyha valaki novellás kötetre vágyna, mindenképp tudom ajánlani, meg majd, hogyha nem felejtem el, ide belinkelem róla a kibeszélőt is, ami van a közös csatornán. Ja igen, a kis sárga cetlik a kedvenceim igazából. Nagyon szerettem L. Catherine White-tól a beiratkozást, igen. Ken Liu-tól a lehelletnyi kéket, az nagyon jó volt. Brooke Bolander-től ahol a folyó betonnál dermed. Aztán R.F. Kuang-tól a 9 kanyarulatú folyót. Már mondjuk én még nem olvastam mást R.F. Kuang-tól. Kelly Barnhill-től a Lucky sárkánya, talán az volt az egyik legjobb egyébként benne. Kate Elliott-tól a hosszú menetelés. Shannon McGuire-től a kincs, az egy nagyon-nagyon rövid novella benne. Theodora Goss az egy ilyen fura verset írt benne, ami a sárkányok címet viseli. Sarah Gailey-től a sárkányokról nem beszélünk. Jó, és akkor itt van még három könyv, amiket most fejjel lefele mutatok, de ti nem tudjátok, nem látjátok, amikben igazából inkább ilyen alakváltós téma a sárkányok. Bár az egyikről még nem tudom pontosan, ez pedig Kleinhans Csillától az Ólomerdő. Még nem olvastam a második meg a harmadik részét az Ólomerdőnek, viszont megvannak, szóval majd el lesz olvasva, ígérem. És ugye ez ilyen magyar népmese adaptációszerűség, amiben mindig emlegetve van, hogy a sárkányok vére, meg ugye így a vérvonalban, hogy vannak sárkányok. Ebben az első kötetben konkrétan nem láttunk sárkány formában, de az egész sorozaton rajta van a sárkány címke, és nekem eleve úgy is adták el részben, hogy mondták, hogy vannak benne sárkányok, úgyhogy én elhiszek mindenkinek, hogy vannak benne sárkányok, vagy hogy majd jobban lesznek benne sárkányok, úgyhogy remélem, hogy ez nem fog így kilógni ebből az ajánlóból. Igazából itt arról szól a történet, hogy Emesének az anyja tündér, az apja meg halandó, és akkor az anyja egy ponton őt elhagyja és visszamegy haza, úgymond, és akkor hát Emes egyszer csak majd bekerül ebbe az ólomerdőbe, és akkor szép lassan felfedezi, hogy amúgy mi is az ő öröksége, úgymond. Igen, és vannak benne ilyen illusztrációk is. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként a folytatásra a sorozat kapcsán, úgyhogy főleg, hogy állítólag a harmadik rész az ilyen epikusan nagyon jó, úgyhogy majd költözik velem a második része, és akkor hamarosan remélhetőleg elolvasom. És jobban megtudom, hogy hol vannak benne még sárkányok, azon kívül, hogy a tündérvilágban vannak sárkányok, és az ő leszármazottjuk,
hogy emese vérvonalában is talán van valahol sárkány, azt hiszem, de ezt erre mondom, erre most nem esküszöm meg. Másik, amit eredetleg egyébként nem írtam föl, mert elfelejtettem, nem tudom, miért nem írtam föl, de ez egyébként Noel Stevensontól a Nimona, ugyanis ebben a kötetben, hát nem tudom mennyire árulkod, de ugye Nimonának már a borítón is vannak szárnyacskái. Az a lényeg, hogy Nimona alakváltó, és igazából a könyvben egy ponton át is változik sárkánnyá. Szóval neki ez így egy képessége, hogy át tud változni, és hát nem is egy ponton, de több ponton is többször átváltozik sárkánnyá. Ez ugye egy képregény, nagyon-nagyon szép. Ezt most újra olvasnám ezt is, mindegy. És arról szól, hogy itt a főgonoszunk, és Nimona a főgonosz mellé szegődik csatlósnak. Mármint nem a főgonosz volt az, aki azt mondta, hogy gyere csatlósnak, hanem Nimona mondta, hogy én akkor jövök csatlósnak, jó? És az egész sztori egy kicsit ilyen csavarra a klasszikus fantasy történeteken, vagy hát a fantasy, az általános fantasy történetek ívén, ugye eleve a gonosz szemszögéből követjük az eseményeket, és akkor itt van a hős, meg a gonosz csatlósa így a borítón, és akkor hogy nekik gyakorlatilag így az az életük, hogy ő valami tervet kieszel, ő meg megállítja, és akkor jön Nimona, és gyakorlatilag egy kicsit ebbe az egész rendszerbe bekavar, úgymond. Nagyon aranyos ez a képregény, nagyon szeretem, meg szerintem így az egész buktyúk nagyon szereti, úgyhogy mindenképpen ajánlom. Bár nem olyan súlyosan sárkányos, de azért elég sokszor Nimona sárkány alakban van benne. És igazából az utolsó előtti könyv, mert az egyik nincs meg, és nem tudom mutatni, úgyhogy majd bevágom, és remélhetőleg nem felejtek el róla beszélni. Dehogy az Zandra Regnértől az Elfek öröksége, aminek a második része a Sötét Jóslat, a harmadik a Sárkányok titka. Vajon sárkányos-e ez a sztori? Ebben a történetben vannak elfek, illetve vannak sárkányok, és a sárkányok azok emberből tudnak sárkánnyá változni. Emiatt vannak olyan szereplők a könyvben, akik egy ponton kiderül, hogy egyébként sárkányok. Nagyon rég olvastam, vagy elég régen olvastam már ezt is, de van róla egyébként barangolás Európában részem, mert hogy ez egy német szerző, és az a lényeg, hogy Felicity iskolájában egy nap beiratkozik egy elf, aki ilyen nagyon jól néz ki elf, mert az elfek mindig nagyon jól néznek ki. Szóval, és akkor aki beiratkozik az iskolájába, Lee, róla gondolkozok, mi az, ami spoiler. Oké, benne van a főszövegben. Az a lényeg, hogy Lee tud így a... Kicsit ilyen időutazós a sztori, mert hogy Lee az egy ilyen időutazó ügynök. Nem tudom, ez mennyire spoiler. Basszus, nem tudom. Aki így vissza tud menni az időben, és így egyes minden múltbeli napra csak egyszer tud visszamenni. Tehát, hogy többször nem, ha egyszer visszament, akkor már még egyszer nem fog tudni. És az a lényeg, hogy ott, hogyha valami baj van, akkor korrigálja az eseményeket a jövőre nézve, valami ilyesmi van egyébként, és arra már nem emlékszem, de biztos, hogy Felicity valami ilyen különleges ember volt, akihez így külön oda küldték őt, hogy akkor őt így figyelje bizonyos dolgok miatt. Na mindegy, igazából én szerettem ezt a sorozatot is, annyira így soha nem találkoztam vele különösebb módon, de úgy elvesztem végigolvasni. Kicsit ilyen romantikus is, meg ilyenek. Tudom, hogy az első kötette volt pár problémám, vagy hát volt egy-két problémám így bizonyos dolgokkal, de hogy összességében amúgy jó volt. És igazából nem ez az első kötet az, amiben nagyon vannak sárkányok, tehát ez még így elég sárkánymentes, hanem a második, harmadik kötet az, ami inkább úgymond már a sárkányos könyv kategóriájában, a sárkányos könyv kategóriába bele tud esni. És az utolsó, amiről még szót szerettem volna ejteni, amit nem ebben a második felében kellett volna, de most már mindegy, az nem más, mint a Tea Dragon Society. Amit nem lehet nem sárkányos képregénynek nevezni szintén, ugyanis ebbe teasárkányok vannak, és ilyen nagyon kis kedves, nagyon kis cuki, nagyon kis szép képregény, ami részben arról szól, hogy gondozzák a teasárkányokat az emberek. És ugye, hogyha jól bánsz a kis teasárkányoddal, akkor le tudod majd aratni a kis virágokat, meg leveleket, amik nőnek rajta, a kis szarvai, meg a kis fején, és akkor abból tudsz teát főzni. Ilyen nagyon kedves. És nagyon cukik a kis sárkányok, úgyhogy igen, így utolsónak még a Tea Dragon Society-t mondanám ide. És ezen kívül a polcomon még egyébként vannak, tudom, hogy vannak még más sárkányos könyvek,
De azokat még nem tudom így külön ajánlani, mert még nem olvastam őket. Van egy egész sárkányos TBR-om, de ez majd egy másik videó lesz. Úgyhogy ezek lettek volna azok a sárkányos könyvek, amik vagy sárkány szereplőket tartalmaznak, vagy a sárkányok, mint állatok benne fontos részeit képezik az eseményeknek, illetve tehát jelentős szerepük van még úgy is, hogy mondjuk nem beszélnek benne. Ha van olyan sárkányos könyv ajánlatotok, ami mondjuk ezekbe a kategóriákba beleesne, itt mondjuk nem hangzott el, akkor írjátok meg kommentben, hogy mi az, mert biztos vannak még jó sárkányos könyvek, csak én se tudok azért meg mindegyikről, és így a lovak után körülbelül a sárkányok a második kedvenc állataim, így könyvekben, én már rájöttem erre. Úgyhogy minden sárkányos könyv ajánlást szívesen fogadok. Az is lehet, hogy van a polcomon olyan, amit mondjuk tudtok még mondani, csak lehet én nem tudom még, hogy mennyire lesznek sárkányosak. Mert például itt van ez a Serafina, azon van sárkány. Azt hiszem a Szél nevén is van sárkány címke, meg ilyenek, úgyhogy... De igen, minden sárkányos könyv ajánlást szívesen fogadok. És hát köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!